Sziasztok! A mostani videó mi is lesz a tartalma? A mostani videó a tartalma mi is lesz? Igen, mostani videó a tartalma miráróni spagetti. Vagyis a elkezdtük a ravonkó receptet, már nem is tudom, hogy egyik része, de minden meg is nézem. De minden van egy írás. Kedves Krisztián, a családom megbízásból csinálunk neked ezt a videót. Hallottam, hogy nagyon nagy rajongóval vagy, és ma lettél 30 éves. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked, a családom, és én, Eres Zoltán, a videóinfó kötőre ettől. Hát gondolom, ez a születésnap 2022. 5. hó 30-án áll. Töltse fel azt a videót Zoli bácsa YouTube-ra. Jó, én ma megcsinálom azt a videót, remélem holnap fel lesz. Akkor elkészít a milánói spagetti. Akkor minden is kezdem el hozzávaló. Ez itt egy két kanál olívaolaj. Hát, közepes fejhagyma, és akkor 4 kell fokhagyma, és legalább fél kiló összes gomb, sűrített paradicsom. Hát szerintem nekem annyi nem kell. Akkor lesz itt még 250 gomb daláthús, sertés daláthús. Akkor fejkanál, őrölt fekete bors, és akkor mi ez? Oregano. Mennyi is lesz? Ilyen másfél kanállal. Akkor 1 kanál bazsalikom. És akkor lesz egy cukor. 1 kanállal jól látom. Só ízlés szerint. És akkor itt lesz a tészta. A tapistosa. Már adjuk hozzá kis olajat. Mert átézi vizet. Akkor az volt ragúhoz. Ez volt rakúhoz. Igen, ezzel voltak a hozzávalók. Akkor minden el is kezdem. Lehet, hogy először a tésztát kezdem felmelegíteni. Akkor minden meg is nyújtom a gázt. Ja. Igen, kinyitom a gázpalackot. Kinyitottam. És megnyújtom a gázt. Akkor nagy lágot nyújtom meg. Elfogod a gáz, ennek nem ülnék. Na akkor sajnos elfogott a gázom, és képte vagyok a régi vezetékes gáztűzővel megsütni. Hát Erdélynek tiszták, a gáz az el van kopva, el van használódva, mert az akkor nagyon sok legvár, nagyon sok vér, nagyon sok sokkal lett benne megsütve, és sok-sok beföld. A gázlusú nem volt tiszta, mi ez, de minden más nem tudok csinálni. Akkor menjek is vissza a régi gázhoz, vezetékesre. Ja, elfelejtettem, én hagymát is kell pucolni. Húha! Na mindegy. Úgyis hagymapirítással kell kezdeni. Akkor most hagymával kezdem. Az valami kéne, nem mindegy. Már összeszedem. Úgy is van. Hámozsókés, szeltelőkés is van. De minden, még nem tanultam be a konyakésekbe. Na jó, akkor itt a szeltelőkés, ide a szeltelőkés. Thank you.
Hoppá. Még arra is meg kell tanulni, kezelni. Konyha kést. Ide egy késsel dolgoztam. Hoppa. Ezt kitenni. Na jó, az megvan. Akkor minden beletesz edénybe. Na akkor. Ez megvan, akkor foghagymát kell. Azt is ugye felvágni. Azt is mehet ki. Na tessék, milyen válkozt a gépe, mennyi egyszerű lett volna felvágni, de ki kell próbálni a késkéslettet is. Az igaz, még gáz is kifogyott. Tehát a indukciós sütőt, az nekem, én nem tudom fenntartani. Egy magam. Az pölgeti a villanyórát. Még kell egy fokhagyma. De kell csípni. Na akkor, ez megvan, akkor ide teszem, eltakarítom asztalra a szemetet. És elmegy a hagymát megpirítani. Ja, igen,
Nem jól állította be a zoom. Itt a jó lesz. Akkor ártézi vízzel kezdem. És olyan csak teszem hozzá, kis étolajban, nem összeragadjon. És akkor minden hozom a... Hát olívaolajjal megpirítom a hagymát. De nem tudom, elég is lesz az olívaolaj. A tésztára most oda kell figyelni. A kis ipar a hagypirulóra. Aha, kezd már pihúgni. Jó, kell egy kis idő hozzá. Jó, most így kell tovább csinálni. Jó, itt tartalékra kell tenni, kincsrákra kell tenni a gáz. Ebben, azt hiszem ezzel. Ha nem, akkor megégetni. A tészta azt hiszem biztos, hogy kell 10 percig főni. Érdekes összetétel van. Jó kis sárga tettem, mert éget. Nem tudom eddig kell kiíteni. Biztos, hogy kell még pirítani. Hát nem minden, én hozzáadom a húsra megégeti. A sárt és darált hús. Akkor most lehet kivéve a hűtőből. Jó, hogy feltett a tészta a vizet. Az a hús is meg kell pirítani. Én eldobva valamit teszem, hogy hozzá valami olyat. Valami hozzá kis olívaolaj. Már le fog ülni. Ja, teszek hozzá még kis olívaolajat. Nem szedő leégne. Thank you.
Na, így ez egy kicsi megéket. Jó, öltötte hozzá a kis olívóval. Na, akkor nem kék kanyar kell hozzá. Azt mondja, mindig tartalékom a... Aki még kisebb rángra tettem. Nem jó. Kicsi emelni kell rángom. Látó tészta is kezd már bemenni. Nem tudom mennyi az idő. Elfelejtette hová hozni. De mindjárt megállítom a videót. Én úgy látom, a hús is minden megpirul. De lehet, hogy teplomban lett volna. Na mindegy. Na mindegy, mert kis időt pirítom még. Hát addig biztos csinálni kell, mert észre benne megy. De most utána nem ég le. Kár, hogy nem nyitod az idő, de biztos nem telt el 10 perc. Akkor hasűröm még. Tészta, ami úgy sem ment be. Jóval bement. Ez sem volt olyan egyszerű. Még kármén főzni biztos. A már sütni még. Ezt szerintem meg is lehet sózni. Ízlés szerint tésztát még nem tudom. Összekevert. Én jól látom, hogy vízzel ehhez nem kell tenni, sok olajat adtam hozzá, nem mindegy. Meg lehet tésztát is nézni. Szerintem nem még idegepülni kell. Egy-egy tüveszel megnézem. Bizony, hogy pülni kell. Hát akkor tésztem még nem fölt meg. Úgy van, lehet megsült. Hát szerintem mehet be. Többi fűszer is. Ez nem tudom, olagárom van, mi volt, az a bacsarikom. Ez a bors, az az olagkánó. Melyen be a cukó is. Lehet, ha sokat tettem be. Mindjárt beletesz a paradicsomot. Akkor ez is sütni kell, nem tudom vizet kell ráműteni. Hát nem hiszem, téki a paradicsom kell hozzá. Elkezdő vízre kimosom. Én azt mondom, hogy elég az a sűrített paradicsom. Abba öntöttem egy kis vizet.
és kimosta a paradicsomot. Valami sűrített paradicsomot. Na, most megimelt a narulága. Jó? De jó. Kérsz, hát ilyen nem áll megnézni. Jól van időre lemélni. Szerintem nem sokkal jó lesz az. Valami villát kéne teríteni, mert az így nem lesz jó. Igen, meg kell kóstolni, egy tiszta ég lesz. Tudlátó szerintem jó lesz, nem soká. Tészta nem sokan jó lesz. Hát ilyen tészta nem állt megfogadni. Az a baj, hogy mer. Úgy tőzte meg, hogy alja nem volt. De szerintem ebben jó kész is volt. Ez. El is oltom a gázt. El is beoltom. Na akkor, igen, beleteszem a spagettit. És akkor mindjárt jövök. Na akkor összekeverni. Lehet, hogy nem így kellett volna leszűrni, de mindegy. Rá a sót sem által beletenni még. Mindenhoz a sót is. Igen, egy kicsi sót van. Elfelejtett a tésztát megsózni. Na, össze van már keverve. Ne tessék! Kikapáló, ide a közébe teszem. Ne lesz mi egy héten mit enni! Akkor tárnyba teszek egy kicsit. Jaj. Hoppa. Igen, ez így jó is lesz. Akkor sártál megdíszíteni. Én azt hiszem, jó is lesz az így. Elkészült-e? Mi is készült-e? Hogy is híja? Miráróni spagetti. Elkészül. Most minden olyan kóstoló. Leszullátom mit enni héten. Szerintem két kiló tészta sok volt abban.
Nem rossz, jó. Csak nekem is szokatlan. Nem így ez, szerintem tészta sok lett benne, elég volna tele. De minden, akkor elhéten ezt mit enne, akkor újat a hús nem nagyon kell enni, akkor tésztától nem tudom hízni az ember, nem tudom ott. Magos a koleszterin szinten. Nem tudom, most el a videóval tudtam segíteni. Akkor még egyszer. Kedves Krisztiána, a család megbízásából csinálom neked egy videót. Hallottam, hogy nagyon nagy rangó vagy a mai letté 30 éves. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok neked, a családodnak, és én elhangzottam a videóinfo ettől. Boldog születésnapot! Na akkor, nem tudom, tudtam segíteni. Lesz olyan videó, amit be fogok jelenteni, még nem tudom. De mindegy. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmet. Tovább is minden jót kíván. Ehhez Zoltán, a videó infókötője 1-től. Hello, 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 szavaztok!